Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 15-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek. Milyen lépéseket tesz irányotokba? És ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Itt az egyes szám arra utal, hogy ő most egyedül van, vagy saját maga hoz döntéseket. Ő jelen pillanatban nem engedi azt meg, hogy mások beleavatkozzanak az ő életébe, vagy az ő döntéseibe. Ez a varázsló arra utal, hogy van köztetek egy ilyen mágikus, szinte varázslatos vonzalom. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. A tízes szám arra utal, hogy ő szeretne egy új kezdetet. És ez a kép azt mutatja, hogy keresi hozzátok a kapcsolatot. És ezt lelkesedéssel, ezt mutatja itt a tűz eleme. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Ezt mutatja itt ez a kártya, ő szeret benneteket, ő szerelmes belétek, és ezt fogja közölni. Fölöttetek van ez az isteni áldás is. A napi kártya mutatja itt az álmokat. Ezek az álmok most megvalósulnak. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videó felvétel áll néven természetesen, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500, és ti választhattok a mi asztrológiánk szerint, vagy az indiai asztrológia szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!